segítek ebben a légzésgyakorlatban. Ez egy rendkívül egyszerű légzésgyakorlat lenne, amit te tulajdonképpen minden egyes nap el tudsz végezni otthon, vagy a munkahelyeden, vagy az iskolában. Hogyha esetleg túlságosan sok minden lenne a fejedben, és nem igazán tudsz koncentrálni. De egyébként nagyon alkalmas akár pánikrohamok ellen is, illetve tényleg rossz közéletet ellen is. Én például szintén szoktam alkalmazni légzésgyakorlatokat. Szerintem rendkívül sokat segítenek a mindennapos használat során, illetve hogyha beépíted egy kicsit rutinosan az életedbe, akkor mindenképpen nagy javulást lehet elérni. A légzésgyakorlat tulajdonképpen abból áll, hogy 4, illetve 5 másodpercenként, 4, illetve 5 másodpercig, bocsánat, ugye beszívod a levegőt, ha lehet, akkor hasadból vedd a levegőt, majd pedig 7-ig számolsz, 7 másodpercig bent tartod a levegőt, majd pedig kifújod a levegőt 8 másodpercig. És ezt tulajdonképpen megismétled kb. 4-5-ször egymás után. Igazából ennyi a légzésgyakorlat, tehát 4-5 másodperc beszív, 7 másodperc bent tart, majd pedig 8 másodperc kiszív teljes erővel, a levegőt pedig kiszívod. Ennyi tulajdonképpen a légzésgyakorlat, úgyhogy így lássunk is hozzá. Természetesen a kifújásnál lehet egyébként hosszabban is kifújni a levegőt, tehát akár 10-12 másodpercig is, ameddig csak tudod. A lényeg az, hogy tényleg erőteljesen fújt ki a levegőt, próbál meg tényleg kifújni erőteljesen a levegőt, de lassan, tehát éppen ezért ez egy hatalmas, hogy néha kicsit nehéz tud lenni, illetve bent tartani a levegőt is nehéz, akár 7 másodpercig is. De mindenképpen minél tovább gyakorlod, és minél többször gyakorlod, annál jobb leszel. És valóban sokat segít a mindennapos használatra, vagy hogy beleépíted a rutinjaidba is. Köszönöm, hogy velem tartottál!